partnerségi nap. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe 118,9 milliárd forint uniós forrás érkezik a 2020-ig tartó fejlesztési ciklusban. Betiltott petúnia, engedély nélküli génmódosítással előállított narancssárga virágú petúniák kerültek forgalomba több uniós tagállamban, köztük Magyarországon is. Néptáncos jubileum. 1957 óta folyamatosan bővülő néptánc repertoárral és egyre gazdagodó jelmeztárral működik a Szabolcs Néptánc Együttes. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe 118,9 milliárd forint uniós forrás érkezik a 2020-ig tartó fejlesztési ciklusban. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A megye települései a terület és település fejlesztési operatív programban 89,3 milliárd forinthoz juthatnak hozzá, a források harmadára már nyerteseket is hirdettek. A pályázóknak június végéig kell megkötniük a támogatási szerződéseket, a beruházásoknak év végéig a kétharmados készültséget el kell érniük, hangzott el a megyeházán szervezett hétfői uniós partnerségi napon. Zsúfolásig megtelt a megyeháza nagyterme a nyertes pályázók képviselőivel. A partnerségi napon a résztvevők részletes tájékoztatást kaphattak a támogatás kifizetéséhez kapcsolódó kötelezettségekről és határidőkről. A Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára köszöntőjében hangsúlyozta, a megye rendelkezésére álló csaknem 90 milliárdos uniós forrás a TOP programon keresztül érhető el. A teljes összeg harmadára, 34,9 milliárd forintra már nyerteseket is hirdettek. A következő hetekben azt kértük a Magyar Államkincstár helyi igazgatóságát, hogy kösse meg a támogatási szerződéseket praktikusan június közepéig, annak érdekében, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium június végére át tudja utalni a kedvezményezetteknek a támogatási összegeket előleg formájában. Így elhárul minden olyan probléma, amely a projektek ütemezett végrehajtását hátráltatná. Tehát például likviditási problémája sem lehet az önkormányzatoknak, hiszen előre tudnak fizetni, tehát előlegként a számlájukon lesz az adott összeg. A második körös felhívásra már beadhatóak a pályázatok, ami a nyár végéig lezárulhat. A döntések és a kifizetések pedig még ebben az évben megvalósulhatnak. A források nagyságának tekintetében több mutatóban is nagyon jól áll Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. A források tekintetében, arányok tekintetében pedig második helyen állunk két mutatóban is, a nagyságot tekintve Borsod-Abaúj-Zemplén előz meg bennünket, hiszen nagyobb megyéről van szó, több önkormányzatról van szó. Az egyfőre eső források esetében pedig Nórád megye előz meg bennünket, valószínűleg ott még nagyobb a baj, talán nálunk is, hiszen ez a forrás, ez területi kiegyenlítést, kohéziót szolgáló fejlesztési forrás. A következő körös pályázatokat a megyei közgyűlés júniusi ülésén fogja véleményezni. A tervek szerint mintegy 50 pályázat eredmény hirdetése várható. Lezuhant egy vitorlázó repülő Nyíregyházán. A hétvégi balesetben a jármű 48 éves Püspök Ladányi vezetője azonnal életét vesztette. A motor nélküli légi jármű eddig ismeretlen okból zuhant le szombat délután egy Rákóczi úti ingatlan udvarára, nem messze a repülőtértől. A jármű vezetője, egy 48 éves püspökladányi férfi a helyszínen életét vesztette, a balesetben más nem sérült meg. Az elsődleges adatok szerint a pilóta a balesetet megelőzően a repülőtér irányába tartott és leszálláshoz készülődött. A rendőrség a további eljárást büntetőeljárás keretén belül szakértők bevonásával vizsgálja. Négyes karambol történt ma délelőtt a 41-es főútvonalon Nyíregyházán. Három autó piros lámpánál állt, amikor egy negyedik nagy sebességgel beléjük rohant. A balesetben egy gyermek és három felnőtt sérült meg, a kár több milliós nagyságrendű. A rendőrség vizsgálja az eset pontos körülményeit. Az Európán belüli bér és gazdasági különbségek megszüntetése a cél, amire a bérunió jelentene megoldást, mondta a Jobbik tiszavasvári sajtótájékoztatóján a párt országos alelnöke. Fülöp Erik kiemelte, az Európai Bizottság zöld utat adott a polgári kezdeményezésnek, amelyhez összesen 8 uniós tagország csatlakozott, így hamarosan elkezdődhet a bérúniót célzó aláírásgyűjtés. A téma fontosságáról a Magyar Munkavállalókért Mozgalom vezetője is beszélt.
2004-ben, amikor csatlakoztunk az Unióhoz, akkor mindenki mit is várt ettől a csatlakozástól, hogy gazdasági és egzisztenciális fejlődésnek indulhat majd az élete. Hát ehhez képest sajnálatos módon nem, hogy cukrászdát nem nyithatunk Bécsbe, de lassan már hétvégente a családdal sem tudunk eljárni a cukrászdában, és mint ahogy a vezetőmben is említettem, sajnos sok esetben csak a bevásárlások alkalmával érezhetjük magunkat uniós állampolgároknak. Én azt gondolom, hogy egy ilyen kezdeményezést, ha sikerre veszünk, és miért ne tennénk, miért ne lenne szerencsénk vele, akkor valójában a későbbiekben 100%-ban uniós állampolgároknak érezhetnénk magunkat. Engedély nélküli génmódosítással előállított narancssárga virágú petúniák kerültek forgalomba több uniós tagállamban, köztük Magyarországon is. A genetikai szennyezés elhárítása érdekében a NEBIH azonnali hatállyal forgalomba hozatali tilalmat rendelt el a növényekre. A hatósági tájékoztatás szerint a petúniák közvetlen veszélyt nem jelentenek a környezetre, emberi egészségre, csak az illegális módosítás miatt szükséges a virágokat megsemmisíteni. Ebben a nyíregyházi kertészetben egymás mellett sorakoznak a színpompás petúniák. Az egyik eladó Kópis István azt mondta, szinte valamennyi kertesháznál megtalálhatóak ezek a virágok. Most azonban engedély nélküli géntechnológiai módosítással előállított narancssárga virágú petúniák kerültek forgalomba több uniós tagállamban, köztük Magyarországon is. Hallottunk a génmódosításról, de nálunk itt az Oázis kertészetben nincs narancssárga petúnia. Nálunk csak a hagyományos színek vannak. Oroszni Egresi Ágnes többek között a petúniákat is szemügyre vette, kertjében mindig színpompás virágok vannak. Szokott lenni petúnia, sőt most is van, minden évben szinte, mert maguktól is kikelnek nekem a kertbe, de narancssárga génmódosítósról még nem hallottam sohasem. A genetikai szennyezés miatt a NEBIH is intézkedett. Azonnali hatállyal forgalomba hozatali tilalmat rendeltünk el a narancssárga virágú petúniákra az ország teljes területén. A forgalmazók között is kötelesek gondoskodni az ilyen növények megsemmisítéséről. Ez történhet saját, vagy más a hatóság által kijelölt területeken aprítás és komposztálás útján, illetve emellett minden forgalmazótól azt kértük, hogy nyomon követhető módon értesíteni kell a tiltásról a forgalmazói láncban az eladótól a vevő irányába, utána következő partnereit. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon vannak azok a nagy forgalmazók, amelyek az Európai Unió országaiból szaporítóanyagot hoztak be, vagy betőmagot, vagy egyéb más formát a szaporítóanyagnak. Ők ebben az értékesítés rendben kötelesek felhívni figyelmet erre, hogy a petúniákat be kell gyűjteni, meg kell semmisíteni. A petúniák közvetlen veszélyt nem jelentenek a környezetre, emberi egészségre, csak az illegális módosítás miatt szükséges a virágokat megsemmisíteni. 1957 óta folyamatosan bővülő néptánc repertoárral és egyre gazdagodó jelmeztárral működik a Szabolcs Néptánc Együttes. 60 éves jubileumukat gálaműsorral ünnepelték Nyíregyházán a Continental Arénában. Az együttes a közelmúltban a kulturális és közösségi életben tett kiemelkedő munkájáért kapta meg a Szent Péteri Zsigmond díjat a megyei közgyűléstől. Több órás gálaműsorral készült 60. születésnapja alkalmából a Szabolcs Néptánc Együttes, a közösség apraja nagyja színpadra lépett. 1957-ben alakult az együttes, tehát 60 éves az együttes. Úgy gondolom, hogy ez egy nagy családi ünnep, ami azt jelenti, hogy nem valakit ünneplünk, hanem egy összetartozást, egy családot, akik részt vettek ez alatt a 60 év alatt az együttes működésében, az együttes továbbvitelében, az együttes arculatának kialakításában, és hát természetesen baráti kapcsolatok születtek, szerelmek születtek, és ez remélem így lesz tovább. Óta folyamatosan bővülő repertoárral és egyre gazdagodó jelmeztárral működik a Szabolcs Néptánc Együttes, amely a kulturális és közösségi életben tett kiemelkedő munkájáért a közelmúltban elismerő díjat vehetett át.
Mi soha nem arra hajtunk, hogy versenyezzünk, megmérettessük magunkat. A mi táncosaink a legkisebb falvakba, a legkisebb színpadon is nagyon jól érzik magukat. Mi mindig is mondjuk, hogy nem csak a város, hanem a megye együttese vagyunk. És annyira megtisztelő, hogy a napokban a Szabolcs Néptánc Együttes a megyeházától, a Szentpéteri Zsigmond kulturális életben sokat tett közösség életért kitüntetésben részesült. Közel 20 produkciót és mintegy 340 táncost láthatott a közönség szombaton a Continental Arénában. Hétvégén mérték össze tudásukat a területi mentőcsoportok. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Nagy lépést tett a bennmaradás felé a kisvárdai női kézilabda csapat, miután legyőzte az MTK Budapest együttesét. Az NB1 24. fordulójában lejátszott mérkőzésen a kisvárda 26-21-re verte a fővárosiakat. Bronzérmes lett a férfi kosárlabda NB2 keleti csoportjában a Sunshine Nikse. Kovács Tibor együttese a harmadik helyről döntő párharc harmadik mérkőzésén 82-66-ra győzött Debrecenben a Deac ellen. Hétvégén mérték össze tudásukat a területi mentőcsoportok. A megyei versenyen többek között nyúl- és mobilgátat kellett építeniük a résztvevőknek. A nyíregyházi megmérettetésen 15 csapat mérte össze tudását. A versenyen különböző mentési szituációkhoz kapcsolódó feladatokat is gyakoroltak a csoportok. Zsákhajítás után katonai sátrat kellett felállítaniuk és ponyvázniuk a területi mentőcsoportoknak. Megyei versenyüket Nyíregyházán a Bújtosi Városligetben szervezték meg szombaton. 9 állomás helyen versenyeztek a résztvevők, a megmérettetés azért is volt fontos, mert a versengés közben mentési szituációkhoz kapcsolódó tevékenységeket, feladatokat gyakoroltak. 15 csapat kapott meghívást a mai versenyre, azért tartjuk fontosnak ezt a versenyt rendszeresen megszervezni, mert szerencsére nincs minden évben, minden területen valami olyan esemény, amikor be kell avatkoznunk ezeknek a csapatoknak, így láthatjuk azt, hogy felkészültek, tudják azt a feladatot végrehajtani, amire felkészítésben részesültek, és így számot adnak erről a tudásukról. A verseny ideje alatt az érdeklődők több térségbeli mentőszervezettel is megismerkedhettek. Olyan képességekkel is rendelkezünk, például mint a búvár egységünk, vagy a mentőkutyás egység, hogy a vízbe fulladt személyeknek, a holttestének a felkutatásába tudunk tevékenykedni. A búváraink dolgozhatnak árvízi jelenségek megfékezésébe, illetve eltűnt személyek keresésébe, itt leginkább gyerekek, idősebb személyek szoktak előfordulni, hogy elkóborolnak, felügyelet alól kikerülnek, és akkor az ő keresésükbe veszünk részt, természetesen együttműködve polgárvédelemmel, rendőrséggel, illetve a katasztrófavédelemmel. Búváruházat és mentőcsónak, ezeket is egy mentőegyesület mutatta be a helyszínen. Az egyesületünk a Felső-Tisza vidéknek az árvízvédelmi feladataival foglalkozik, de mellette látunk el a nyílt strandokon vízimentő feladatokat, és ne adj Isten, eltűnt emberek keresésénél vannak búváraink, vannak kutyáskeresőink, és vannak háti motoros sikló elnyős kollégáink, és ipari alpintechnikákat is tudunk alkalmazni. Volt, ahol homokzsákokkal kellett dolgozniuk, és volt olyan állomás is, ahol narancssárga színű mobilgátat kellett építeniük. A tömlőket kigurították, összekapcsolták, és azokkal rácsatlakoztak a henger alakú mobilgátra. A versenynél a gyorsaság és a pontosság is fontos volt. Nagy lépést tett a bennmaradás felé a kisvárdai női kézilabda csapat, miután legyőzte az MTK Budapest együttesét. Az NB1 24. fordulójában lejátszott mérkőzésen a kisvárda 26-21-re verte a fővárosiakat, és az így szerzett 2 ponttal elkerült a kiesést jelentő 13. helyről. Nagyszerűen kezdte a mérkőzést a hazai csapat, az első 4 gólt a kisvárda szerezte, támadásban és védekezésben egyaránt jól játszott a házigazda, a vendégek csak 8-2 után tudták elkezdeni a félzárkózást. A folytatásban állandósult a 3-4 gólos különbség, a félidőre 14-11-es állásnál vonultak le a csapatok. A második játékrészben sem történt fordulat, a 45. percben már 8 góllal vezetett Dévényi János együttese, és ezzel gyakorlatilag el is gyűlt a mérkőzés. A vége 26-21 lett, ami azt jelentette,
hogy az újonc maga biztosan szerezte meg a bennmaradás szempontjából nagyon fontos két pontot. A lányok úgy kezdték a mérkőzést, hogy szerettük volna, tehát igen, komoly ellennel érezték, hogy mekkora tétje van. Végig tulajdonképpen uraltuk a meccset, és jó kapus teljesítmény is párosult a jó védekezéshez. Voltak hullámvölgyeink, amiből most jól tudtunk kijönni, és végül is úgy gondolom a legfontosabb, hogy elmondhatjuk, hogy a két pontot begyűjtöttük, ami nekünk az életbemaradáshoz elengedhetetlen volt. Megyünk tovább. A vendégek edzője a két kapus teljesítménye közötti különbségben és a hazaiak motiváltságában látta csapat a vereségének okát. Gratulálok a Kisvárdának a győzelemhez, nagyon jól játszottak. Sokat hibáztak, de nagyon masszívak voltak, és valamilyen szinten örülök, hogy most találkozunk velük. Itt, amikor már nekünk eldőlt már a bentmaradás, amit 5 hónapon keresztül küzdöttünk. Nagyon masszívok is az Esztrinek meg munkáját, ezt lehet látni. Mi is nagyon sokat hibáztunk igazából, azt akaratunk nem volt baj. Az egyetlen, hogy a koncentráció még mindig elmaradtad vártná. És meg gratulálok a kapusnak, hogy nagyon komoly teljesítmény volt, amit a mi részünkről egy kicsit halványabb volt, és ennek köszönhető szenvedtünk a vereséget. A Kisvárda győzelmével előrelépett a tabella 12. helyére, egy ponttal megelőzve a már kieső helyen álló Mosonmagyaróvárt. Dévényi János együttese kedden Békéscsaván lép pályára. Bronzérmes lett a férfi kosárlabda NB2 keleti csoportjában a Sunshine Nyikse. Kovács Tibor együttese a harmadik helyről döntő párharc harmadik mérkőzésén 82-66-ra győzött Debrecenben a Deac ellen. Így 2-1-es összesítéssel szerezte meg a bronzérmet a nyíregyházi gárda. A párharc első meccsén Debrecenben 95-88-as vereséget szenvedett a nyíregyházi együttes. A második találkozón hazai környezetben 99-64-re nyertek Kovács Tibor tanítványai. A mindent eldöntő harmadik mérkőzésen a hazaiak kezdtek jobban, az első negyedet meg is nyerte 4 ponttal a Deac. A folytatásban aztán átvették a vezetést a vendégek, akik folyamatosan növelték előnyüket, végül pedig 16 pontos győzelmet aratva szerezte meg a bronzérmet a Sunshine Nyikse. Amit előzetesen vártunk, nagyon kiegyensúlyozott és kiélezett mérkőzések voltak. Tudtuk erről a csapatról, hogy az utóbbi évek meghatározó csapata ebben a mezőnyben. Folyamatosan dobogon végeztek, többször a feljutásért játszottak. Most is olyan játékosok alkotják a csapat keretét a debrecenieknél, akik NB1-ában, NB1-B csoportban játszottak, meghatározó játékosok voltak. Tehát nagyon rutinos képzett csapatról lévén szó, de a mi csapatunk is felnőtt erre a szintre, és előzetesen is a terveket meghazudtolva, vagy előzetesen túlteljesítve, hogy 4 közé kerültünk, azért azokat a reményeket is tápláltuk, hogy dobogóra kerüljünk. Nagyon nehéz mérkőzés van, de hát örömünkre nekünk jött ki a lépés, és sikerült nyernünk. A Sunshine Nyiksének ez volt a második szezonja az NB2-ben. A tavalyi 8. helyezés után jelentős előrelépésnek számít a bronzérem megszerzése. Minden sikernek örülni kell, nagyon nagy boldogság van a csapatnál, nagyon örülünk ennek az eredménynek. A kosárlabda sportágban minden eredményt meg kell becsülnünk, én azt gondolom, és nagyon örülünk annak, hogy itt a Nyíregyházi NB1-es csapat mögött van egy ilyen NB2-es szintű csapatunk is a megyében, bár még lenne 1-2, de ennek is nagyon örülünk, hogy ez létezik. Alapvetően a tavalyi év után azt határoztuk el, hogy lépjünk előre a 8. helytől, utána evés közben jött meg az étvágy olyan formában, hogy láttuk a csapat gerincét, hogy mire képes, és én azt gondolom maximálisan kihozták a fiúk magukból azt, és így sikerült azt a tervet túl teljesíteni, amit előzetesen terveztünk. A nyíregyházi játékosok június közepéig még edzésben maradnak, majd azt követően, akik igénylik, egyéni képzéseken vehetnek részt Kovács Tibor irányításával. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe 118,9 milliárd forint uniós forrás érkezik a 2020-ig tartó fejlesztési ciklusban. A megye települései a terület és településfejlesztési operatív programban 89,3 milliárd forinthoz juthatnak hozzá, a források harmadára már nyerteseket is hirdettek.
Engedély nélküli génmódosítással előállított narancssárga virágú petóniák kerültek forgalomba több uniós tagállamban, köztük Magyarországon is. A genetikai szennyezés elhárítása érdekében a NEBIH azonnali hatállyal forgalomba hozatali tilalmat rendelt el a növényekre. 1957 óta folyamatosan bővülő néptánc repertoárral és egyre gazdagodó jelmeztárral működik a Szabolcs Néptánc Együttes. 60 éves jubileumukat gálaműsorral ünnepelték Nyíregyházán a Continental Arénában. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 22-én hétfőn. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változékony időre számíthatunk záporokkal. Változó nedvesség tartalmú labilis rétegződésű levegő húzódik a Kárpát-medence fölött. Az éjjeli órákban eleinte fátyol felhős lesz az ég, majd megvastagszik a felhőzet. Hajnaltól elszórtan zápor is kialakulhat, az északkeleti szél éjszakára mérséklődik. Reggelre általában 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben fátyol és gomoly felhők zavarják a napsütést, záporokra, zivatarokra ismétlődő jelleggel lehet számítani. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő pár napban felhősebb és szelesebb időre van kilátás záporokkal, akár heves zivatarokkal. Péntektől ugyanakkor szárazabb levegő érkezik térségünkbe, egyre több lesz a napsütés, és a hétvégén már száraz idő valószínű. A hét közepén pár fokkal visszaesik a hőmérséklet, majd vasárnaptól ismét erősödik a nappali felmelegedés.